Moldovában egyre jobban tartanak attól, hogy a szomszédos Ukrajnában zajló háború esetleg átterjed az országra. A keleten fekvő Nyesztermenti Szakadár köztársaságban már régóta orosz erők állomásoznak. Az Ukrajnával a határos területen sokan úgy érzik, hogy ami most a szomszédjukkal történik, az velük is megeshet. Az emberek között egyre nő a pánik. Mindenki azt mondja, hogy ha a harcok elérik Odesszát, ez az érzés csak rosszabb lesz. Egyelőre reméljük a legjobbakat, mondta egy helybéri. Ukrajnához hasonlóan Moldova sem a nato sem az EU-nak nem tagja, és akár csak Ukrajnában ott is elszakadt egy régió. A Nyeszteren túli területet Oroszország pénzügyileg és katonailag is támogatja. Tisztában vagyunk vele, hogy vannak orosz csapatok a Nyesztermenti köztársaságban néhány kilométerre Kisinyovtól, hogy több mint 30 éve ott állomásoznak, de eddig csend volt. Most viszont nem tudni, mi következik, mondta Dumitru Alaiba, parlamenti képviselő. Az ukrán határon lévő falvokban egyre jobban félnek. Ez a háború olyan, mint egy kígyó vagy mint egy óriás, ami csak még nagyobbra akar nőni nyugat és kelet felé, még több országot felfalni. És ha még több ország belekeveredik, az egy harmadik világháborút jelent, ami lehet, hogy az utolsó lesz, véli egy tudorai asszony. A Moldáv-Ukrán határon menekültek százai zsúfolódnak buszokba, biztonságosabb célállomások felé tartva. A háború kitörése óta Moldovába menekült 300 ezer ukránból több mint 100 ezer maradt az Európa legszegényebb államának tartott országban.